Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. november 11-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Hungarian Authentic Jam. Bölcsöde és óvoda felújítás. November 4-én került megrendezésre a Hungarian Authentic Jam, a Hangok Forradalma elnevezésű előadás, amelyben a Szivárvány Citera zenekar és a Zuboj Jazz formáció adott közösen koncertet. A koncert érdekessége az volt, hogy a két zenekar azelőtt még soha sem lépett színpadra együtt, így még nekik is újdonság volt a két műfaj keverése. November 4-én egy úgynevezett Hangok Forradalma kerül most itt megrendezésre a Közösségi Házban. Mit tudhatunk erről az eseményről? Kaptunk egy felkérést Hoke Ernő basszusgitárusunkon keresztül, hogy a Mezőtúri Szivárvány Citera zenekarral egy közös koncertet adjunk, és barátkoztunk a zenekar felvételeivel, elképzeltük, hogy milyen izgalmasan szól ez a két hangzás egy térben, és ezzel a hangzással próbáljuk forradalmasítani az itteni koncerteknek a sorát. Mit tudhatunk az önök zenekaráról? Milyen fajta zenét játszanak? Mi magunk úgy nevezzük, hogy agrár hip-hop, ami azt jelenti, hogy föl kéne sorolni, hogy van benne jazz, van benne népzene, van benne rockzene, idézet, sláger, foszlányok jönnek elő, de mindig a népdalokat írjuk körül, és ezért ez egy ilyen világzene-szerű valami, de azt a kategóriát egy picit azért kerüljük, mert mi talán több humort teszünk bele, úgyhogy ez egy ilyen, ezért az elnevezése is elég humoros, agrár hip-hop. Hogyan alakult meg a zenekar? A zenekar egy születésnapra jött össze, és összehívtam a barátaimat, és nagyjából mint egy ilyen batyús bálon, mindenki, amit tudott, azt tett a műsorba. Benke Ágoston Félix szájharmonika tudását tette bele, és a dobolását, Hoke Ernő a nagybőgőzését, Busa Pista a repjét, én pedig a brácsázásomat és a szaxofonozásomat, és akkor így alakult ki egy 30 perces műsor, aminek nagyon örült az ünnepelt, és aztán az élet hozott olyan lehetőségeket, hogy így egyre többször találkoztunk, felvételt tudtunk készíteni, megismert minket az országvilág, és akkor így 15 év alatt eljutottunk oda, hogy 3 nagy lemezünk van, és sok helyen játszottunk külföldön is, és Magyarországon is. Mik a tervek még a jövőre nézve? Jövőre, 2022-ben a Fővárosi Nagycirkuszban lesz egy olyan előadás, ahol minket kértek fel élő zenekarnak, az a címe, hogy Tán Cirkusz, és akkor ebben a C betű ugrál ide-oda, mert hogy a táncosok és akrobaták lépnek fel egy színpadon, egy porondon, és mi meg kibóhozkodjuk magunkat. Bakó Péter, kedves barátunk ötlete, hogy a Zuboj zenekar és a Szivárvány Citera zenekar adjon egy közös koncertet, és a Hangok Forradalma ezt jelenti, hogy a népzene hangjai a jazznek, a világzenének a dallamaival hogyan tudnak összekeveredni. Hát ezt most majd kipróbáljuk ma este. Mivel készültek önök? Hát mi készültünk a saját dalainkkal, vagy saját műsorszámainkkal. Az Zuboj is készült a saját dolgaival, és lesznek majd olyan számok, amikor ők bekapcsolódnak a miénkbe, illetve mi bekapcsolódunk az ő műsorszámaikba. Ez valahogy nem vagyok ebben a műfajban járatos, de valahogy ezt hívják talán jammelésnek, hogy az egymás zenéjébe kicsit belekapaszkodunk, aztán abban is részt veszünk, közösen zenélünk. Mit tudhatunk a Citera zenekarról? Mióta zenélnek együtt?
Hát kedves, ez már történelem. 1970-ben alakult a Szivárvány Citera zenekar, és az elmúlt héten, nem, 23-án szombaton ünnepeltük az 50+1 éves jubileumunkat egy bensőséges, nagyon, hogy mondják ezt, hát a legjobb szó a bensőséges hangversenykoncert keretében, ahol barátainkkal, a régi tagjainkkal, családtagjainkkal együtt egy nagyon barátságos, egy örök időkre megmaradó hangversenyt adtunk, és amely nem sokára majd a televízióban is látható lesz. Hát én szerintem a jövő héten vagy azután meg lesz vágva az anyag, és akkor utána a város közönsége is láthatja, aki nem fért be itt a közösségi házban rendezett koncertünkre. Láthatja, hogy milyen életre szóló élmény volt az nekünk, hogy megértük az 50+1-et. Hány tagja van jelenleg most a Citera zenekarnak? Jelen pillanatban 7 vagyunk. Úgyhogy remélhetőleg ez a 7 fős csapat maradéktalanul teljesíti az elvárásokat is, meg az eddigi 10 fős társulathoz képest nem lesz kevesebb, csak egy picit halkabb, de hát a hangságon meg tud segíteni a hangtechnika. Úgyhogy biztos, hogy nem lesz ezzel baj. Mivel készülnek még a jövőben? Hát az idénre már nem tervezünk rendezvényt. Jövőre az év első felében rendezünk egy ifjúsági minősítő hangversenyt Citera zenekaroknak és szólistáknak. Aztán a június 25-ére tervezzük a 4. nemzetközi Citera zenekari fesztiválunkat, amit hál' Istennek 21-ben, tehát ez év júliusában sikerült 3. alkalommal is megrendeznünk, úgyhogy bizakodunk, hogy a pandémia nem tesz keresztbe, mint 1920-ban. Úgyhogy készülünk, azért az 50+1 év az feljogosít arra, hogy folytassuk. Úgy tudjuk, hogy ön volt az ötletgazda, honnan pattant ki ez a gondolat? Hát többen vagyunk ötletgazdák, ez a Mezőtúriak a Holnapért alapítványnak a rendezvénye. Ez az ötlet, ez már régóta benne volt a fejünkben, van egy hokkernője Mezőtúrnak, aki elszármazott innen, és többféle formációban játszik, többek között az Ubolyban. És van egy Csíder Istvánunk, aki a szíve, lelke, a Szivárvány Citera zenekarnak már jó pár éve. És miért ne hozhatnánk össze ezt a két dolgot? Illetve ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Hát szeretnénk majd jövőre is, meg azután is. Hát szeretnénk egy hagyományteremtő rendezvényt ebből a mostani rendezvényből. Ami Hungarian Authentic Jazz, vagy Jam, bocsánat. Jam nevet viseli, ugye pontosan ezért a stílus kavalkádért is kapta ezt a címet, meg hát az a különlegessége a mai estének, hogy ez a két zenekar még soha nem játszott együtt. Tehát ők most fognak először együtt játszani, úgyhogy nem egymás után a saját dalaikat adják elő, hanem belezenélnek a másik produkciójába. Úgyhogy ezért a Jam. És ezután is szeretnénk, ha nem is velük, sőt az lenne a célunk, hogy évről évre újabb zenekarok jelenjenek meg ezen a nagy jammelésen, de hogy ez megmaradjon, ez az összefonódás, meg összefűződés, meg egymásba zenélés. A jammelésen kívül milyen tervek vannak még a jövőre nézve? Hát ez az alapítvány sporttal és kultúrával foglalkozik. A 2000-es évek elején rengeteg programunk volt, de eléggé szétaprózódtunk sok kis programmal. Most megpróbálom két fő programot összehozni. A sportról még nem beszélek, de van aki már, ugye a futás lesz a középpontban. Várjuk, hogy a Covid lecsengjen, és lehessen érdemben ezzel kapcsolatban elkezdeni a szervezkedést. De míg ennyire kiszámíthatatlan a holnap, addig
addig nehéz lenne belevágni, vagy nem szeretnénk belevágni, mert nagyon nagy logisztikai hátteret igényel majd az a futórendezvény, amiben mi gondolkodunk. Úgyhogy várjuk, hogy vége legyen a Covid-nak, meg hát most is bízunk benne, hogy azért a Covid veszélyeztetettség ellenére sok nézőnk lesz ezen a rendezvényen. Úgyhogy egyelőre most ez a két dolog jár a fejünkben, a sport és a kultúra. Jelenleg is zajlik a református bölcsöde kialakítása, illetve emellett az óvoda felújítása is. Az építkezés részleteiről, terveiről Mihalina László lelkészelnök adott tájékoztatást. Továbbra is folyamatosan zajlik a református bölcsöde kialakítása, és emellett a református óvoda körül is fejlesztéseket, felújítást lehet tapasztalni. Mit tudnál mondani erről? Az Eötvöri református bölcsödének a kialakítása zajlik már egy ideje, terv szerint halad minden. Nagy örömmel látjuk folyamatosan az építkezéseket, én azt gondolom a város lakossága is, ahogyan mellette ott elközlekedik. Lassan a 100%-hoz el fogunk érkezni, tehát be fog fejeződni évvégéig a beruházás, így a bölcsöde épülete kialakításra kerül, külső-belső teljes felújítás megtörténik évvégéig, tehát 2021. december 31-ig, ezután történhet a bölcsödei bútorzatnak a beszerzése, ami szintén még a pályázatból finanszírozható, és hogyha minden rendelkezésre áll, emellett még a dokumentációt is el kell készíteni, hiszen itt a Mezőtúri Református Kollégium rendszerébe egy integrált óvoda bölcsöde fog létrejönni ezáltal. Tehát a hosszú nevünk, ami eddig is volt a kollégiumnál, még kiegészül azzal, hogy és bölcsöde. És ha mindez rendelkezésre áll, jövő tavasszal nagy reménység szerint, tehát még egyszer hangsúlyozom, be fog fejeződni minden, ami ehhez szükséges, jövő tavasszal a megyei kormányhivatal felé be tudjuk nyújtani a módosított alapító okiratunkat, és így megkérhetjük a módosított működési engedélyt, amelyben engedélyezik a bölcsödének a nyitását, tehát minden terv szerint halad, ez azt jelenti, hogy 2022. szeptemberétől nyílik a Mezőtúri Református bölcsöde. Nekem már most nagy öröm, hogy 3-4 kis porongy már úgy néz ki, hogy lesz a bölcsödénkbe, már most biztosan, mert hogy már jelezték, hogy szeretnék oda iratni. Természetesen még meg sem hirdettük, tehát a 14-15 férő hely, ami kialakításra kerül, biztos, hogy igény lesz rá, és nekünk kapacitás van, és az igényeket tudjuk teljesíteni. A másik kérdés az óvodára vonatkozott. A pályázat a bölcsöde kialakítását finanszírozza, de úgy gondolta a Református Egyházközség presbitériuma, hogy mivel az óvodánkat 2013-ban nyitottuk, lassan eltelik 8-9 év, mire a bölcsödét átadjuk, és éppen eljött az ideje, hogy saját forrásból, önerőből az egyházközség körbe tatarozza egy kicsit az épületet. Ez alsó szigetelési munkákat jelent, valamint egy festést, tehát ugyanazt a szint meg fogja kapni a református óvoda is, amit a bölcsöde. Hát gyakorlatilag ez a református krémszín, amit itt látunk a városban, az idős otthonokon és az egyéb épületeken. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!